Ma a város idei költségvetéséről tárgyaltak a bizottságok, a tervezetről azonban döntés egyelőre nem született. Azonnal jön az ülésről szóló tudósításunk, előtte azonban nézzék meg a többi híreinket röviden. Átadták, több mint 200 millióból végezték el a Gyümölcskutató Intézet energetikai felújítását. Tűzkőröstetétlenen egy tároló égett, a lángok átterjedtek a polgármesteri hivatalra is. És Cegléden forgattak több jelenetet is a Béres József életéről szóló filmhez mától látható mozikban. Híradó február 6-án csütörtökön itt a Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Összevont bizottsági ülésen tárgyaltak ma a képviselők és a delegált tagok a város költségvetéséről. A tervezetről azonban egyelőre döntés még nem született. Több pontban is kiegészítést, részletesebb információkat kértek a bizottságok, hogy pontosabb képet kapjanak egyes keretek összegek felhasználásáról. Szegléd város önkormányzata középtávú költségvetés tervezéséhez prognosztizált előirányzatok meghatározása. A költségvetéshez kapcsolódóan elsőként erről tárgyaltak a bizottságok. Ez a jelenleg ismert adatok alapján készült, mondta dr. Csáki András. A polgármester arra a hírre utalva hangsúlyozta ezt, amely szerint több más változás mellett 2021. decemberében a kormány eltörölné a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettséget. Dr. Csáki András úgy fogalmazott, ez nagy érvágás lenne Ceglédnek is, és a következő évek tervezését is bizonytalanabbá teszi. A középtávú előirányzatok esetében azt vették alapul, mégsem változik az eddigi rendszer. A költségvetési tervezet kapcsán több kérdés is elhangzott. Klímen György a polgárőrök támogatásának csökkenésének okára kérdezett, és javasolta, ne csökkenjen az összeg. Varga István pedig sok más mellett arra kérdezett rá, miért szerepel több 10 millió forinttal a Várva Kft. Költségvetésében a Tiszti Klub felújítása. Véleménye szerint ez az összeg sok más fontosabb helyre is kerülhetne. Az ülésen válaszként elhangzott, a Várva Kft. Szeretne beköltözni a felső szintre, szükséges a felújítás. Mindemellett és ettől függetlenül egy már korábban meghozott döntés eredményeként a Ceglédi Szakképzési Centrum az alsó szinten tankonyhát és éttermet szeretne kialakítani. Így az épület együttes újra és szinte teljesen kihasznált lehetne. Az intézményeknél, a hivatalban és a gazdasági társaságoknál általános 8%-os béremelést terveztek be az idei költségvetésbe. Erről is szó volt az ülésen. Szükséges lenne jobban részletezni, pontosítani és súlyozni, mit tartalmaznak az általános és céltartaléksorok. Ezt is kezdeményezték bizottsági tagok. Takácsné Győr Anett több a város gazdasági társaságait, intézményeit érintő kérdés tisztázását kezdeményezte. A Fidesz frakció vezetője pedig azt javasolta, a mai ülésen elhangzott információk, javaslatok összegzése, beépítése után újra tárgyaljanak a bizottságok a költségvetés tervezetről. Vagyis jövő héten fognak dönteni arról, hogy az akkor eléjük kerülő anyagot elfogadásra javasolják-e a testületnek. Dr. Szoboszlai Árpádnét nevezték ki aljegyzőnek a január 1-én távozott dr. Nagy Lajos helyére. Az új aljegyző az irodavezetői pozícióját is megtartja. Dr. Nagy Lajos távozása miatt megüresedett az aljegyzői pozíció, amelyre pályázatot írt ki az önkormányzat. Dr. Szoboszlai Árpádné nyerte el a tisztséget, amelyet január 27-től tölt be. Az aljegyző 2015 óta dolgozik a Városházán. Először a szervezési irodán, a Jáger Marika vezénylete alatt földügyekkel foglalkoztam, illetve belső szabályzatok készítésével. Aztán 2016-ban kerültem ide a hatósági és igazgatási iroda élére, hát már 4 éve ennek is, és most a jegyző úr távozása után megnyílott ez a pályázati lehetőség, megpályáztam és megnyertem. Az aljegyző hozzátette, a hatósági és igazgatási iroda vezetői feladatai mellett a szervezeti egység saját ügyeit is ellátja, amelyek így a vezetői feladatok és aljegyzői feladatok mellé társulnak. A hatósági iroda feladat körébe tartozik az anyagkönyv, például az építéshatóság, még március 1-ig, mert akkor ők sajnos kikerülnek a mi szervezetünkből. Szociális igazgatási feladatok,
állatvédelem, környezetvédelem, növényvédelem, lakcímigazolási feladatok, lakcímképzés, címképzés, kereskedelmi feladatok, nagy vonalakban ezek, illetve én voltam a házban a jogtanácsos, most ez a feladat elkerült tőlem. Dr. Szoboszlai Árpádné elmondta, a feladatok között szerepel természetesen a főjegyző helyettesítése is, valamint számos úgynevezett azonnalos ügyintézése. A szervezeti egység megújulásával a beruházási iroda is új vezetőt kapott. Dr. Gulyka Attila jogi főerőadó tölti be ezt a pozíciót. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a homlokzatot, vagyis elvégezték a Gyümölcskutató Intézet energetikai felújítását. Az épület együttes már nagyon rossz állapotban volt, ezért is volt örömteli hír, hogy 200 millió forintot nyertek pályázaton a beruházásra. A felújítással az intézmény jelentős összeget tud majd spórolni az energiaszámlán. A megújult épület együttest ma délelőtt adták át ünnepélyesen. Új ajtók és ablakok, megszépült homlokzat. Így néz ki a három épületből álló gyümölcskutatófejlesztő intézet a Szolnoki úton. Régi álom vált valóra azzal, hogy a NAIC, vagyis a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ támogatta a műemléki Cegléd intézet felújítását. Nem csak külsejében újult meg, hanem egy energetikai korszerűsítésen esett át, és azzal számolunk, hogy az ingatlannak, az épületnek a fenntartási költségei is jelentősen csökkenni fognak. Tehát amellett, hogy egy külsőleg megújult és szép munkahelyet kaptak a kollégák, emellett a vezetők számára, illetve az egész NAIC számára örömteli, hogy a fenntartása, a működési költségei is csökkenni fognak az épületnek. Az ajtókat és ablakokat úgy kellett kicserélni, hogy megtartsák régi formájukat és illeszkedjenek a városképbe. A homlokzatot pedig 16 cm vastag hőszigeteléssel látták el. Az intézet vezetője az ünnepélyes átadón elmondta, az energetikai felújításon kívül több olyan beruházás is volt az elmúlt években, ami nem csak a munkakörülményeket, hanem a kutatásfejlesztést is segíti. 2016-ban adtuk át a új üvegházakat, amik a mikroszaporító laborban végzett munkát segítik. A tavalyi évben ugye elkezdtük ezt az épületet felújítani, a hűtőház előtere is megújult egyúttal, és tavaly már olyan szabadföldi beruházásokat is meg tudtunk csinálni, mint öntözésfejlesztés, ami a kutatási infrastruktúrát ténylegesen a mi értelmünkben segíti, tehát a szabadföldi kutatási munkát is jobb körülmények közé vitte. Az energetikai felújítás jelentős lépés, amiért köszönet illeti a támogatást odaítélőknek, erről már a kutatóállomás vezetője beszélt. Az elmúlt télen vagy teleken még hősugárzóval kellett ott a klímát temperálni, hogy el ne fagyjanak a befőttek, mondjuk a pálinkák, amik nincsenek is ott, azoknak ilyen bajuk nem lehetett volna, de komolyra fordítva most már ez a probléma megszűnt, és hát nem beszélve a H-épületről hátul a csarnoknál, amit majd együttesen megnézhetünk, ahol a legnagyobb talán ez a változás, hiszen ott gyakorlatilag szétrohadtak már nyílászárók, amin befolyt a víz, és most egy teljesen megújult, praktikus épületben végezhetjük a tevékenységet. Az épület együttest a nemzeti színszalag átvágásával adták át szimbolikusan. A kajszi és szilva nemesítéséről híressé és elismerté vált Ceglédi Kutatóintézet idén ünnepli 70. születésnapját. A jubileumra kiadványt adnak ki, és rendezvényeket szerveznek. Ma az épület ünnepélyes átadása után kajszi barack és szilva feldolgozott gyümölcs érzékszervi bírálatára is sor került. Elhunyt dr. Kerek Mária Magdolna, a kajszi barack nemesítés egyik legkiemelkedőbb szakembere. Kerek Mária Magdolna 1962-ben kezdett el dolgozni a Ceglédi Gyümölcskutató Intézetben. Hivatásában példaképe és munkatársa volt a máig szaktekintének számító Nyújtó Ferenc. Közösen vettek részt az újfajták előállításában. Kerek Mária Magdolna idén májusban ünnepelte volna 80. születésnapját. A gyümölcstermesztés kutatás az egyik legjobb szakemberét veszítette el. Dr. Kerek Mária Magdolna a mezőgazdasági technikumban döntött úgy, hogy hivatásának választja a gyümölcsnemesítést. Nagy hatással volt rá a már akkor szaktekintének számító Nyújtó Ferenc, akivel később együtt vettek részt az újfajták előállításában. Kerek Mária Magdolna 1962-től dolgozott a Ceglédi Kutatóintézetben. Nyújtó Ferenc nyugdíjba vonulása után ő vezette a kajszi barack nemesítést. Mindig fontosnak tartott az
az új barackfajták széles körű megismertetését, televíziónknak is mindig készségesen nyilatkozott. Számos díjjal ismerték el munkáját, a szakmai elismerések mellett miniszteri oklevelet is kapott. Kerek Mária Magdolna idén lett volna 80 éves. Tűz volt tegnap Kőröstetétlenen. Egy tároló égett, a lángok átterjedtek a polgármesteri hivatal tetőszerkezetére is. Az esethez Ceglédről és Szolnokról riasztották a tűzoltókat. Szerencsére senki nem sérült meg. Az anyagi kárt több mint 50 millió forintra becsülik. 6 tűzoltókocsi vonult ki Ceglédről és Szolnokról tegnap este Kőröstetétlenre, mert kigyulladt az önkormányzat raktárhelyisége. Este 17:30-kor riasztották Pásztor Imre polgármestert a tűz miatt, aki azonnal a helyszínre sietett és megkezdte az oltást. A gyors intézkedésre azért volt szükség, mert a nagy szél miatt a szomszédház is veszélybe került. Ott csak kisebb kár történt, megolvadt a légkondicionáló berendezés ventilátora, valamint a szigetelés is megsérült. Az egész épület megsérült, ez cserés lesz, és a kazánházon belül maga a kazán testek azok megmaradtak, de az összes elektronika, ami éghető, meg műanyag, az leolvadt róla. A satszolásom szerint ez akár ez ilyen 50-60 millió forint. Hál' Istennek az önkormányzatnak minden épületre van biztosítása, úgyhogy a kazánházra is külön biztosításunk van, de mind azt tudjuk, hogy a biztosító nem az egész kárt fogja megtéríteni. És tegnap este hívott a térség országgyűlési képviselője Földi László, hogy mibe segíthet, mert ő is hallott ezt a hírt, és mondta, hogy ő is megpróbál valami forrást keríteni erre, hogy újból föl tudjuk építeni ezt a kazánházat. A polgármester elmondta, a hivatal épülete néhány százezer forintos kárt szenvedett, amelyet rövid időn belül helyre tudnak hozni. A tűz oka egyelőre ismeretlen. Elektromos zárlatra gyanakodnak, mivel idén a kazánok az enyhetél miatt nem üzemeltek, és délután a munkások is már 3 órakor hazamentek. Most nagy takarítás van, mégis ilyen csúnya szóval romok eltakarítása következik, de a belsejéhez nem nyúlunk, mert megvárjuk a szakértő véleményt, hogy ők is tisztálásonak. Amit szívem csücske és egy kicsit fáj, hogy az önkormányzat kis traktora, egy MTZ kis traktor, még egy pótkocsi is bent volt a tárolóba. Na, az is úgy néz ki, hogy csak vas maradt belőle, teljesen elégett. Ez a kettő, ez körülbelül a 8 millió forint, ez még plusz hozzájön a kazán háznak az értékéhez. Azért mondtam, hogy az 50-60 millió, hogy ebbe ő is benne van. Viszont nekünk őt kell leghamarabb pótolni, ezt a két gépet, mert nekünk a kinti területen ezekkel dolgozunk, a falónak a karbantartásához ezek szükségesek. A kazánházt ezt úgy satszoltam 1-2 év, és akkor visszaépítjük. A tűzszakértő hétfőn méri fel a károkat, szerencsére személyi sérülés nem történt. Az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet a rendőrség az iskolákban történő erőszakos magatartások ellen. Cegléden és a térségben nem volt pedagógus elleni diáktámadás, a cél az, hogy ne is legyen, ezért bűnmegelőzési tanácsadó is segít, hogy felhívja a tanulók figyelmét az agresszív viselkedés következményeire. A híradásokban sajnos egyre többet hallani erőszakos diákokról. Legutóbb a Nagykátai Ipari Iskolában lépett fel agresszívan tanára ellen egy diák. Csak a pedagógus lélek jelenlétén múlt, hogy nem fajult tetlegességig az ügy. Cegléden és a térségben hasonló incidens nem történt. Cegléden és az illetékességhez tartozó középiskolákban és általános iskolákban ilyen mérvű probléma még nem fordult elő. Én a szerződésem és megbízatásom alapján középiskolákban 3 szakgimnáziumba járok rendszerességgel, ott ilyenek nem fordultak elő. Diák-diák elleni inzultus azonban Cegléden is előfordul, mondta az őrnagy, aki 9-es diákoknak tart előadást az erőszakos viselkedés következményeiről. Sajnos a szülőknek nincs lehetőségük tájékoztatót tartani, pedig jó lenne, hiszen sok esetben ők sincsenek tisztában, mivel jár az agresszivitás. A tanulóknak viszont van lehetőség beszélni erről. A diákok, ahogy én észreveszem, igénylik a tájékoztatást. És amikor én általában felhívom minden cselekménynél, amit elkövethetnek, hogy mi a következménye, és megértik. Amikor már megértette azt, hogy minden cselekvésének van valami következménye, a házi rendet ismertetik előtte, akkor utána már nem szokott ilyen előfordulni. Tanárt bántani különös fajsúlyú cselekedet a törvény szerint, ezt is tudniuk kell a diákoknak. Az előadásaim során felhívom a figyelmüket a diákoknak, hogy pedagógus ellen még csak becsületsértés, rágalmazás sem
erőszakot végképp, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy a pedagógus közfeladatot ellátó személy különös törvényi védelem alatt áll, szinte egyenrangú a hivatalos személy elleni erőszakkal, a büntetési tétellel, a szankcióival. Nem csak az erőszaktevőt bünteti a törvény, hanem azt vagy azokat is, akik a cselekményt passzívan nézik, vagy esetleg még bújtogatják is az agresszív diákot, mondta az őrnagy. Mától játsszák a mozika Béres József életéről és kutató munkájáról szóló magyar játékfilmet, amelyhez több jelenetet is Cegléden vettek fel. A filmkészítők a Rákóczi úton a kollégium előtt és a Gyümölcskutatóintézetnél is forgattak. A ceglédi moziban ma este 19:45-től látható először a film, de természetesen hétvégén és a jövő héten is megnézhető. A Feltaláló című új magyar játékfilm Béres József fordulatos életútját és a Béres csepp megszületésének izgalmas történetét dolgozza fel. A film mától országszerte 70 moziban, köztük a ceglédi moziban is látható. Az alkotást azért is érdemes megnézni, mert több jelenetet is Cegléden forgattak le. Látható a filmben a Rákóczi út a kollégiummal a háttérben és a Gyümölcskutatóintézet is. A történet mintegy 10 évet ölel fel, a 60-as, 70-es éveket, amikor Béres József legendás készítménye a Béres csepp fejlesztése közben húga betegsége miatt is versenyt futott az idővel, miközben a regnáló hatalom folyamatosan a kutató teljes ellehetetlenítésére tört. A filmben neves színészek játszanak, egyebek között Gáspár Tibor, Huszárik Kata és Trokán Péter. A ceglédi moziban ma este 19:45-től játsszák először, de aki nem tudja ma megnézni, a hétvégén és a jövő héten is megteheti. Ezzel a tudósítással, ezzel a hírrel köszönöm meg mai figyelmüket, friss híradó legközelebb majd holnap este 6 órakor lesz. Most pedig háttérmagazinunk következik, amelyben a ceglédi gimnazisták legújabb jótékonysági akciójáról beszélgetünk majd. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!